Ezt sem tudjuk, és nagyon sok mindent nem tudunk még Trumpról is irányvonalával. Ha úgy érezzük, hogy nem látjuk még a körvonalakat, és csak a kampány ígéretekre hagyatkozhatunk, akkor nem kell elszégyelnünk magunkat a tudatlanságunkon és bizonytalanságunkon. Konkrét tudomásunk van ugyanis arról, hogy nagykövetségek küldenek haza, vezető nagykövetségek kétségbe esett táviratokat a küldő országaikba. Nem tudjuk, hogy mi lesz, nincsenek kapcsolati embereink a Trump kabinetben, a Trump csapatban. Tehát egyelőre egy óriási bizonytalanság van, mit valósít meg. Amit már látunk, az körülbelül az, hogy kinevezte a későbbi fehérházi kabinetfőnököt, aki korábban a republikánus párt elnöke volt, és ő neki kell majd a struktúrált, harmonikus kapcsolatot biztosítani a kongresszus felé, illetve a párt felé. Másrésztről pedig kinevezte azt a Bannon nevezetű főstratégát, aki egy még inkább egy fekete ló a radikális jobboldal felé biztosítja majd az összeköttetést. Ez nagyon fontos kérdés. A világ is lélegzet visszafolytva várja, hogy a stratégiai pozíciókat külügyminiszter, védelmi miniszter kik fogják betölteni. Most azt látjuk, hogy komoly feszültség alakult ki Trump és a neokon héjákhoz a hagyományos amerikai hegemóniát fenntartani kívánó védelmi és külügyi szenátusi vezetés között, és amikor aggodalmak merültek fel az elmúlt napokban, hogy neokonzervatív héjákat kinevezhet külügyminiszternek, védelmi miniszternek, ezzel kapcsolatban azt mondhatjuk, ez még nem 100%, tehát gondolok itt például John Bolton kőkonzervatív héja jelöltre, nem biztos, hogy ő fut be, lehetséges, hogy az óriási nyomás hatására megpróbál egy mérsékeltebb jelöltet kinevezni ezekre a pozíciókra. Itt egy stratégiai konfrontáció van Trump azon kurzusa között, amely tulajdonképpen meg akarja rendíteni ezt a második világháború óta fennálló globális biztonságpolitikai hegemóniát, és azon neokonzervatívok között, akik mindig akkor érezték otthon magukat, hogyha itt-ott, amott különböző okok miatt, leginkább olaj és egyéb energiaokok miatt beavatkozhattak bárhol a világba, a több száz katonai bázist fönntarthatták, igen ám csak az amerikai infrastruktúra, az amerikai iskolák beomlottak, a munkahelyek a globális kereskedelmi szerződések miatt is megrendültek, tehát nagyon érzékeny kötéltáncot kell Trumpnak járnia most a különböző lobbik, a saját kampányígéretei és a szövetségesi elvárások között. Az körvonalazódik az elmúlt napokban, hogy kevésbé biztonságpolitikai kihívásnak tekinti Kínát Trump, és sokkal inkább gazdasági kereskedelmi konfrontáció felé sodródik a vonalvezetés. Itt utalhatunk például a zavaros körülmények között létrejött japán miniszterelnök és Trump közötti csúcstalálkozóra, amelyből a rendkívül szűkszavú találkozó utáni kommentekből is leszűrődhetett az a legfontosabb, amit nem mondtak. Nem mondta ugyanis Trump azt, hogy megtartja a TPP-t, a csendes óceáni kereskedelmi szerződést. Itt azért látnunk kell, hogy óriási az elbizonytalanodás a térségben. A koreai, a japán diplomácia óriási hibát követett el, amikor elhitte azon közvéleménykutatóknak a jóslatát, hogy
gyakorlatilag le van vajatva Clinton győzelme. Abe miniszterelnök szeptemberben járt Washingtonban, és csak Clintonnal találkozott, Trumppal nem is. Tehát gyakorlatilag itt Trump győzelme után órákkal rendkívüli nemzetbiztonsági kabinet ülések voltak. Óriási az elbizonytalanodás, mint mondom, valószínűleg nem biztonságpolitika, hanem kereskedelempolitikában lesz komoly változás. Minden esetre üzletemberről van szó Trump esetében, és érzékelhető az, legalábbis a South China Morning Postban az egyik vezető tanácsadója adott egy komoly interjút, amelyben arra utal, hogy Amerika akár be is szállhat abba az ázsiai befektetési bankba, amely tavaly még komoly súrlódásokhoz vezetett Kína és az Egyesült Államok között. Tehát valószínűleg, hogy nem lesz a katonai oldalon biztonságpolitikai hőmérsékletemelkedés, kereskedelmi politikában valószínűleg, hogy annál inkább.